Ennek a videónak a célja egy rövid áttekintést adni az R, illetve az R által megvalósított S nyelv kialakulásáról, történetéről. Néhány gondolatot mondani kell erről, hiszen nagyon sok dokumentum található az interneten az S nyelvhez, amit most látni fogjuk, az R is megvalósít. Nagyon sok dokumentum található fönt az interneten. Ezeknek a dokumentumoknak az értelmezéséhez néhány alapvető információra szükségünk van. Ha esetleg új, vagy az S-ben megvalósított módszert szeretnénk használni, működtetni az R keretrendszerén belül. Ugye három fő részről szeretnék beszélni, tehát hogy R maga hogyan kezdődött, hogyan kapcsolódik az S nyelvhez, és milyen források, milyen információforrások érhetők el az R-rel kapcsolatban. 1993-ban ugye Új-Zélandon két egyetemi oktató, név szerint Ross Ihaka és Robert Gentleman szeretett volna a hallgatóinak egy eszközt adni, amihez a statisztikai tanulmányaikhoz tudnak számításokat, módszereket elvégezni. Egy szoftvert használtak a statisztika órák szemléltetésére. Ez a szoftver viszont ingyenesen nem volt hozzáférhető, és ezért elkezdték ennek a szoftvernek, az S nyelvnek a implementálását egy hallgatóknak is odaadható eszközként. Az eszköz nevét R-nek választották, ugye, akár az S alapján, vagy a vezetéknevük kezdőbetűjéből ez származik, ez a rövidítés. Itt fölmerül a kérdés, hogy S, mi az az S nyelv, hogyan, vagy miért választották ezt a nyelvet egy szoftver alapjáira, ami kifejezetten oktatás támogatására készítettek. Az S története ennél a dátumnál jóval korábban, 17 évvel korábban kezdődött. Ugye maga az S nyelv az AT&T-nek egy kutatóhelyén, a Bell laboratóriumban született. Ennek a Bell laboratóriumnak volt egy, vagy van egy, napjainkban is működik még egy statisztikai osztálya, ami a laboratóriumban végez a fő tevékenységhez, tehát ez inkább ilyen táv közléshez kapcsolódó, informatikához kapcsolódó statisztikai kutatásokat, elemzéseket. Ebben a statisztikai laborban korvezető tudósai dolgoztak, többek között Tyuki, aki egy neves amerikai statisztikus. Most itt három kutató, Rick Becker, John Chambers és Alan Wilkes elkezdtek dolgozni egy új környezeten, amely adatok elemzését, statisztikai elemzéseket támogatott volna. Ez a laboratórium elég híres, ha valaki kötődik az informatikához, itt született többek között a Unix, illetve a C programozási nyelv is. Ebben az időben
a statisztikai elemzéseket zömében ilyen Fortran nyelven megírt programok, programocsák segítségével végezték. Tehát, hogyha valaki írt, vagy kitalált egy új algoritmust, egy új eljárást, akkor ezt leprogramozta Fortranban, azt jelentette, hogy ha valaki használni szerette volna ezt az eljárást, akkor a Fortran interfésze segítségével a programot lehetett működtetni, tehát a megfelelő formátumban elő kellett készíteni az adatokat, azt, hogy a adott eljárásnak a szerzője meghatározta és beolvasni. Ez minden egyes módszernél más-más ként történt, és ez a három kutató, ez egy egységes, mégis rugalmasan használható nyelvet szeretett volna kifejleszteni ezeknek a algoritmusoknak a kezelésére. Egy nyelvet, amely interfészként szolgál az algoritmusok kezeléséhez, könnyűvé teszi azokat adatokat beolvasni, könnyű lehet benne. Kornak megfelelően már rendelkezésre álltak olyan számítógépek, amelyek interaktív használatot tettek lehetővé. Ugye ez a statisztikai elemzéseknél ez az interaktivitás nagyon fontos, ugye részeredményekre vagyunk kíváncsiak, változtatni a változókon. Egy fejlesztési folyamat elindult, és a év végére már az első működő S verzió meg is született. Ez a programa alapfilozófiáját tekintve ugyanaz, mint az R. Nagyon sok algoritmus már rendelkezésre állt, akkor ezeket próbálták így a keretrendszerbe használhatóvá tenni. Két szint volt, a Fortran forrásokat lehetett futtatni a programon belül, de ezeknek az elérés egy ilyen egységes szintaxissal volt elérhető. Pár év múlva ez a program elterjedt a kutatóhelyek, egyetemek között, és a AT&T, tehát a kutató laboratórium anyag cége, az akkori ennek megfelelően nem tette már ingyen hozzáférhetővé saját kutatóinak a munkáit, nem elkezdte az S-nek elnevezett nyelvet. Ugye nyelv neve az akkori termékeből C programozási nyelvből egy betűs nyelv névként terjedt el. Szóval ezt az S-nyelvet elkezdték értékesíteni, és az AT&T kutatói által használt ugye kódtól megkülönböztessék, forgalmazó cég S pluszként, ugye ez így kiírva, vagy egy plusz jel jelölve kezdte el forgalmazni. Megmaradt viszont a nyelvnek ez a könnyű kiegészíthetősége, ezért nagyon sok ilyen kiegészítő eljárás, ugye az S szintaxisának megfelelően megfogalmazott programocska vált elérhetővé az interneten. A szoftvernek a licensze az többször gazdár cserélt, ugye ma is egy cég ennek a tulajdonosa is forgalmazzák. Ugye ez a plusz annyit jelent, hogy az alap S nyelvhez képest ugye bevezetőben említett, ugye az első lépéseket könnyűvé tevő grafikus keretrendszerrel látták el. Tehát egyrészt használható az a interaktív, egyszerű nyelv, aminek a bemutatását itt ebben a videósorozatban én is meg fogom tenni, illetve amit az R megvalósít. De más statisztikai szoftverekhez hasonlóan készítettek egy grafikus felületet, amelyen keresztül a szokványos eljárások elérhetők.
Az S-szoftver számos kiadást megélt, és ezeket a kiadásokat könyvekkel, különböző színű könyvekkel jelölték. Az első ilyen könyv, ami 1984-ben jelent meg, barna könyv, ez egy ma már nem használt verziót mutat meg, ez volt az S2-es verzió, ugye az S1-es az a legkorábbi 76-os verzióval illették. Ugye a könyvnek a címe, hogy S, an Interactive Environment for Data Analysis and Graphics, barna színű borítót viselt, ezt hívták barna könyvnek. A idő előre haladtával megjelentek új programozási stratégiák, ugye megjelentek a terényfüggvényeket, objektumokat kezdtek el használni. 1988-ban The New S Language könyv adott egy új verzió, nagy verzióváltásra, vagy dokumentál egy új nagy verzióváltást. Ez az S3-as verziót bevezető könyv, ez a kék borítójáról Blue Book-ként hívják. Ugye ebben a könyvben a korábban használt makrókról függvényekre tértek át. Ez a kéknek, a kék könyvnek a ben leírt nyelv, ez manapság is létezik, tehát az R-rel, R-ben is megvalósították ezt az S3-as verziót. De az S3-as verziónak a verzióra történő áttérés, ez egy nehézkes volt, ugye máig talán olyan dokumentumokat, amelyek benírnak arról, hogy tehát ez a szintaxis váltás, az az akkori S nyelvet használó közösséget megvalósította. De nagyon sok újdonságot hordozott ez az új S, az S3-as verzió. Többek között a ma használt grafikus, alapgrafikus környezetet ekkor alakították ki, lehetővé vált a PostScript grafikus meghajtó használata, és tényleg egy korszerű szoftvert alakítottak ki. Ez az S3-as verzióhoz megjelent egy kiegészítés, amit a fehér könyvben foglaltak össze, egy White Book, 1991-ben jelent meg, vagy a Statistical Models in S címen. Ebben a könyvben alapvetően statisztikai módszerek használatát mutatják be az S környezetben, de itt ezzel a könyvvel vezették be a nagyon sok szoftverben használt ilyen formula nyelvet, tehát ugye a statisztikai modellek formulákkal történő leírását teszi ezt lehetővé, ugye tilde operátoráról később fogunk tanulni, és itt jelenik meg
Az objektumorientált programozásnak az első lehetőség, hogy a metódusok, osztályoknak a definiálása ezzel a kiegészítéssel vált lehetővé az S3-as verzión belül. A 90-es évek végén egy újabb fejlesztést végeztek, egy újabb nagy verzióváltás vált elérhetővé, ez az S4-es, ez egy modernebb felfogású objektumorientált szemléletet tükröz. Az újítások a zöld könyvben, Green Book lettek összefoglalva. Viszont a korábbi verzióváltás tanulságain okulva, illetve hát a nagyobb felhasználói bázis figyelembe véve, már nem egy ilyen éles váltásról van szó. Tehát a korábbi S3-as programozási szemlélet napjainkban együtt él ezzel az S4-es verzióval, tehát az S3-as osztályok kezelhetők, megvalósíthatók ilyen korszerű S4-es környezetben. Ez a dualitás jellemzi az R-t is, tehát párhuzamosan él benne az S3-as és S4-es verzió. Ez sokszor egy kezdő felhasználó számára nem is észrevehető, azonban jó róla tudni, nagyon sok dokumentáció hivatkozik arra, hogy ez egy S3-as, S4-es függvény, jó tudni, érdemes vele foglalkozni, vagy ismerni. Tehát láttuk, hogy van egy jól tervezett szoftver, az S. Ennek szabad megvalósítása az R, amelyre tekinthetünk úgy is, mint az S nyelv dialektusára. Statisztikusok között elterjedten használt nyelv ez az S, és ahogy mondtam, ezt valósította meg a két új-zélandi oktató hallgatók számára. És egy fontos lépést még megtettek ezen túl, hogy azon túl, hogy ugye hallgatók rendelkezésére bocsátották ezt a szoftvert. Föltették az internetre, és egy szabad licenc segítségével, a GNU GPL segítségével mindenki számára hozzáférhetővé tették. Jó. Implementálták az S nyelvet. Pici különbséggel, tehát így a változók kezelése egy picit eltér. De ennek a különbségnek, a pici különbségnek az ellenére ugye hamar népszerűvé vált az R. Részben a kompatibilitása miatt, tehát az S-ben elkészített algoritmusok szinte változtatás nélkül futathatók voltak benne, ugye szabad hozzáférés, szabad változtatás joga is hozzá járult ehhez a népszerűséghez, de ugye kialakult hamar egy ilyen felhasználói közösség, akik ugye segítséget adtak, ez is a népszerűséghez hozzájárult. Ez a felhasználói közösség nagyon sok egyetemi oktatót, kutatót tömörített magába, és az R ennek következtében egy elég gyors fejlődésnek indult.
közösség egy ezt a gyors fejlődést segítő koncepciót alakított ki, definiáltak egy alap programot, tehát ez is tartalmaz egy sor lehetőséget, és olyan módszereket, amelyek nem, tehát egy speciális problémát oldanak meg, nem építettek be ebbe az alapprogramba, hanem kialakítottak egy ilyen csomag szemléletet, hasonlóképpen az S-hez, tehát ott is ez a csomag szemlélet működött. Így bárki a saját módszerét, vagy akár csak a saját maga által nap mint nap használt eljárásokat egy csomagban tudják összefoglalni, ami rugalmas kezelését teszi lehetővé a rendszernek. A csomagba kötelezően tartalmazni kell az adott felhasználandó függvényekhez, kis skriptekhez dokumentációt, ami a többi felhasználó számára is értelmezhetővé teszi ezeket a kis kiegészítéseket. Ezeknek a csomagoknak a száma aztán exponenciálisan növekedni kezdett, ugye ez a növekedés ma is tart. Ugye napjainkban ez ebből a fejlesztő csoportból az R fejlesztéséről, hogy választottak egy kis közösséget, aki az alap R kiadásaiért felelnek. Ugye ezt a kis csoportot ugye R Development Core Teamnek hívják. Ennek tagjai többek között ugye a két új-zélandi oktató, de mellettük számos ismert statisztikus, többek között az S nyelvnek a fejlesztője, aki már azóta Bell laboratóriumban nyugdíjba ment, a John Chambers is tagja ennek a Development Core Teamnek. Ugye ez a csoport egyrészt működtet egy folyóiratot is, R Journal néven, ugye másrészt ugye kiadja, és évente ilyen két kiadással folyamatosan frissíti ezt a programot. Az R Development Core Team tagjai külső bevont kutatóhelyek segítségével évente rendez egy konferenciát Use R címen, ahol a szoftvert érintő újdonságok, új fejlesztések, új csomagok hangzanak el elsősorban, de emellett a szokásos konferencia program mellett az R Core nagy hangsúlyt fektet a személyes kapcsolattartással, egymással is, illetve az egyéb fejlesztőkkel. Lévén az, hogy egész évben azért ezen a munka során elektronikusan kell érintkezniük. Az R-ről szóló, ahhoz kapcsolatos információk, dokumentáció legfontosabb forrása a Project honlapja, www.r-project.org címen érhető ez el. Ebből kiindulva tölthető le a program is. A program terjesztésére egy külön hálózatot építettek föl. Ennek a hálózatnak a neve a The Comprehensive R Archive Network, ugye CRAN, C-R-A-N rövidítéssel lehet ehhez hozzáférni.
innen tölthető le a program, és néhány dokumentáció. A honlappal a hozzáférhető dokumentáció, ez a telepítéssel külön részben fogok foglalkozni.